Tamásiban az 1848-49-es forradalom és szabadságharc alkalmából tartott ünnepi megemlékezés a temetőben indult, ahol Tulok Lajos gimnáziumi történelemtanár az országos események mellett a Tolna megyei történésekre is felhívta a jelenlévők figyelmét. Ezt követően a Tamási Honvéd Hősök síremlékénél helyeztek el koszorúkat a megemlékezők. A tisztelet és emlékezés virágainak elhelyezése után indulhatott a fáklyás menet a művelődési központhoz. Covid miatt két év kimaradt, az elmúlt két év megemlékezései nem ünnepelhetünk együtt az itt lakókkal. 80-as évek óta én már gimis koromban, sőt már általános iskolás koromban is emlékszem rá, pedig az már jó régen volt, hogy fáklyás felvonulás alatt végig a Szabadság utcán. Úgyhogy ez egy nagyon szép hagyomány, bízom benne, hogy idén is sokan csatlakoznak, és látom azért mögöttünk gyülekeznek. Szép kis ünnepség lesz idén is. Süri Jánosz miniszter úr tisztelt meg minket azzal, hogy részt vesz az ünnepségen, és ő fogja mondani az ünnepi beszédet, illetve koszorúzáson is részt fog venni. Süli János a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője már a felvonuláson is részt vett, ahol hangsúlyozta, előfordul, hogy a szabadságunkra árnyék vetül. Ez a mindig aktuális ünnep, mert ma azt gondolnánk, hogy szabadságba élünk, aztán permanensen mindig valami mégiscsak ezt a szabadságot veszélyezteti. Most ez a háborús helyzet, tehát mindig helyt kell állni, az a magyarságnak a sorsa. Tehát 1848-49-es szabadságharc után ugye, kiegyezés, azt gondoltuk, hogy akkor megszületett nagy nehezen az igazi szabadság, aztán láttuk két világháború, 56, utána csak gazdasági világválság, utána Covid, egy kis válsággal övezve abból megint. Szépen Magyarország elég szépen kijött, és akkor ugye most a háború, ami itt van, és érinti, hogy a 220 ezer magyar ajkó lakik Kárpátalján, azokat is, de hát a háború borzalmaz mindig azokat veszélyezteti, akiknek semmi közük hozzá. Csak elszenvedői azok a gyerekek, anyák, ugye, akik útra kelnek. Ilyenkor nem tettünk más, mint rukkolni, minél hamarabb fejeződjön be a háború, és akik meg elszenvedik, azokkal meg szolidárisaknak kell lennünk. Erről szól a mai március 15-e. A Városi Művelődési Központban Süli János emlékbeszédét követően a Vürc Ádám Általános Iskola diákjai méltóképp emlékeztek meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc történéseiről. A felső tagozatosok irodalmi estjén a zenés táncos elemek mellett helyet kaptak a forradalom és a szabadságharc történéseit felelevenítő monológok is. Minden forradalomnak vannak céljai. Mi forradalmunk célja a szabadság. Minden forradalomnak vannak vezetői. A mi forradalmunk élén egy fiatal költő állt, aki versével szólította a nemzetet. A lánglelkű Petőfi szava zengett, kokárda lengett és zászló lobogott. A költő kérdezett, és felelt a nemzet. Talpra magyar, híj a haza! Itt az idő, most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok! A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Az országgyűlés Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából emlékévvé nyilvánította a 2022-23-as évet, amikor is elindulnak a Petőfi klubok. Az ünnepi műsor végén derült ki, hogy ennek Tamási is részese lesz. Sok hasznos élménye legyen a tamásiaknak és a környékbeliknek ebből Szentel Máriam évfordulón. Gratulálunk! A városi ünnepség zárásaként a Kossuth téri Petőfi emléktáblánál a Tamási koncertfúvós zenekar kísérete mellett helyezték el koszorúikat a város előjárói, helyi szervezetek képviselői és a megemlékezők.